Gyalakult, hogy új showroomot kell keresnem magamnak. Úristen, annyira remélem, hogy ez jó lesz. Remélem, hogy a videó végére majd egy nagyon pozitív és happy endes történet lesz. Úgy még van remény. Most tettem le a telefon, szegény kicsit szétterrorizáltam. Képzeljétek el, most elmegyek a fekvőrendőről, de nem ez a lényeg. Sziasztok! Képzeljétek el, mi történt. Mondanám, hogy valami nagyon jó dolog, de végül is már talán ideje volt, vagy nem tudom. Most úgy néz ki, hogy ideje volt a keretek szerint. De úgy alakult, hogy új showroomot kell keresnem magamnak. Pontosabban akkor most már így arra gondoltam, hogy egyébként is így fejben gondolkoztam rá, hogy milyen jó lenne egy új üzlethelység, vagy valami olyan, ahova amit egy ilyen fejlődés jelentene, hogy akkor ez egy ilyen kis saját kis hely. Kezdő vállalkozásnál azért nyilván limitáltak a lehetőségek, meg azt, hogy az emberek ilyenkor mi fér bele. Úgyhogy hát most indul a keresés, meg a reménykedés. Akkor így meglátjuk, hogy ebből mit lehet kihozni. De remélem, hogy a videó végére majd ez egy nagyon pozitív és happy endes történet lesz. Igazából elég jól vagyok keseredve, mert közeledik a költözésem időpontja, viszont még mindig nem találtam semmi olyat, ami úgy minden kritériumnak megfelelne. Sajnos a tulajdonosoknak nem célja, hogy tényleg jó minőségű helyet adjon ki, még a tényleg szörnyű alapotú helyeknél is így húzzák a szájukat arra, hogy te le akarod festeni esetleg fehérre a falat, pedig szerintem az a mai világban annyira nem nagy dolog, és elég elkeserítő. Úristen, annyira remélem, hogy ez jó lesz. Úgy tűnik, van remény. Most tettem le a telefont, szegényeket kicsit szétterrorizáltam, mert tegnap este 8 körül vettem észre, hogy felraktak egy hirdetést, ami nagyon tetszik, és hát így benne lenne a költségkeretemben is, meg egészen jónak néz ki képek alapján, mondjuk picike, de majd sok ember kicsiben is elfér. Úgyhogy most szerintem, hogy 50-szer hívtam őket, most így hétfő reggel, hol indult lehetik szegényeknek. De nagyon sokat hívtam őket, most végre felvették, és hát akarták volna, hogy esetleg holnap, vagy holnap után meg tudom lépni, mondjuk esetleg most, már hogy akkor mennék. És mondták, hogy hát jó, végül is mehetek, úgyhogy most megyek. Volt egy ilyen megérzésem, hogy ezt most így nem szabad hagynom elengedni, hogy hívogatnom kell, tényleg le kell csapnom erre, hogy én voltam az első, aki megnézte, és most lehet, hogy sokan azt fogjátok gondolni, hogy kicsit hirtelen voltam, de nem voltam hirtelen, mert hónapja nézegetem a hirdetéseket, és nem volt olyan, ami jó lett volna nekem, úgyhogy most konkrétan oda mentem, én voltam az első, aki megnézte, és akkor azonnal ott, hogy akkor én ezt most így akarom. úgyhogy nagyon jó, mert itt van közel az előzőhöz képest, szóval legalább nincs is az, hogy így megszoktátok ezt a környéket, és valami teljesen másik pontjára kell a városnak menni. Plusz, hát nyilván az rossz, hogy nem kell olyan messzire cipálni majd a cuccokat, nem kell sokat autókázni, amikor költözünk. Úgyhogy kezdődhet az átalakítás, meg az, hogy így nekiállok és rendelgetem a dolgokat, hogy szintén. Nagyon így. I had a dream, I could buy my way to heaven. When I woke, I spit that on a necklace. Köszönjük el, ez mondjuk a fekvőrendőről, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy végre megvan a hely, amit kibéreltem. Éppen oda tartunk, hogy átadom a kulcsot. De mindjárt ott vagyunk. Persze most le van húzva, szóval nem így néz ki. Na nézzük. Jézus. Kicsi a hely. Másleg ezzel a kocsival parkolok a legbénebben.
bocs. Kicsit, hogy előre meg is. Jó is. Elfogadtuk. Azért lehet, hogy az átlapodás, mert szeretném, hogy van, hogy a én stílusomat képzsél, úgyhogy ami biztosan meg lesz látható, az a burkolat, kicserélj valami szép tőlszínű pardólapra, meg a szegülétekhez is lecserélj, majd erre a magasított ilyen fehér szegülétekhez, hogy én nagyon szépen. A kék fal sem marad, nem tudom, hogy kitaláltátok-e, de igen, ezt is lecseréljük. Egyrészt csak, hogy végig fel fog menni, mert kellett tároló helység, úgyhogy ide lesz majd egy ilyen gipszkarton tároló beépítve. Ezt a végig szépen felvisszük, és hát a kéket lecseréljük. Lárakjuk meg ide a gólnak. Az izgalmas benne, hogy azért nem egy óriási helyről látjátok, körülbelül úgy érzem magam, hogy aki kinyújtja a kezét, akkor kicsit így átisérem majdnem. De sok különök el kéne férni, nyilván standerek, amik a ruhák vannak, szeretnék egy ilyen kis beszélgetős sarkot, ahol legalább két fotel vagy egy kis asztal elfér, akkor ugye kell egy próbafülke. Itt még kell lenni fogad egy ilyen irodarész, vagy hát ahol egy csomagolás, meg ilyesmit csinálunk, úgyhogy majd valahogy így lesz. Emeljük a mindre gyereket. Meg hát igen, a konyha, az, hogy bent az egy ilyen egy leharcolt állapotban, hogy azt is meg valami kicsit felújítjuk. Beszéltem a szakemberekkel, úgyhogy meg is kezdődhet a felújítás. Reméljük, hogy fog sikerülni. Úgyhogy majd drukkoljatok nekem. Megpróbálom nyilván a lehető legolcsóbban megúszni a dolgokat, mert nyilván nem szeretnék valami, mert a minden az enyémat ér rengeteg pénzt rákölteni. Ugyanakkor azért vannak elvárásaim, meg szeretném, hogy nagyon-nagyon szép legyen, mégiscsak ez lesz az első saját kis üzletem. Szóval kezdjünk neki, drukkoljatok nekünk most nagyon, és a következő részben majd megmutatom, hogy pontosan miket is csináltunk, milyen lett, arra is nem kíváncsi vagyok, úgyhogy nem sokára találkozunk újra. Sziasztok!